A nejed azt fontolgatja, hogy elhagy. A tiéden mi áll, Peter? Csak egy sor a kitartásról. A tiéd mit ér? Csak azt, hogy kreatív vagyok. Tudja, tedd meg most. Üdv az űrtáborban! A fiunkat akarjuk beiratni, Chris Griffin! Ó, nagyon örülök, Chris! Hé, a kölyök nagyon fontos nekem, vigyázzon rám! Soha nem leszek egyetemista! A könyvem nem lett olyan, amilyennek terveztem! Peter, veled akartam megöregedni! Hát ez azért bejött! Húhúi Színház, egy múló szeszély, Brian Griffin új darabja. Ó, az emlékek! Tudjátok, én is színházi gyerek voltam még a gimiben! A cserébe kakiltam. Kellene valaki, aki megtöröl. Most nagyon-nagyon sok jött ki. Mindenkinek van körme, és szereti a pénzt. Hát küldje el a körmeit, és kap cserébe pénzt. Körmötkészpénzért.com, körmötkészpénzért. Ne feledje, ez csak köröm, hát ne várjon sok pénzt. Körmötkészpénzért.com, bennünk nem csalódik. Fogja a pénzt, ne kérdezzem, miért kérjük a körmeit. Lehet, hogy erődöt építünk belőlük. Körmötkészpénzért.com. Maga pénzt kap, mi erődöt építünk a körmeiből. Nektek is feltűnt, milyen sok ázsiai diák jár ide? De mitől ilyen okosak kezek? Nem tudom, az úr ilyennek teremtette őket. Uraim, bemutatom, az ázsiai. Kicsi, szörtelen és iszonyú intelligens. A pénisze már apró, kifejezetten hatékony. 5 éven belül úgy 10 milliárdan lesznek. Különféle modellváltozatokkal, melyek valamiért mind gyűlölik egymást. És mit esznek? Szóval rendesét? Nem, ellenkezőleg. Valentin nap, a szerelem napja. Kohóban 1000-nyi szív dobog, 1000-nyi történettel. Van, akinek egy sem jutott, van, akinek 2 is. Na jó, itt egy dal, ami tuti bejön a csajodnak. A Family Guy Valentin napja. Peter, akkor jöhet a Valentin meglepít? Nem, de most már jöhet a terápia. Valentin napon a mozikban. Ízlésd be a szíved, világsztár előadók zenéivel. Szia, Stewie! Talán elutazom? Nos, Brian, a Valentin nap tiszteletére gondoltam, visszautazom a 60-as évekbe, és megnézem magamnak azt a híres szerelem nyarát. Ah, csúcs! Nem szerválnál nekem egy kis LSD-t? Szerválok én neked egy jó kis orbavágást, narkós dög, rossz kocsám vagy! Hát itt vagyunk, Rupert, a szerelem nyarán Kohóban. Hello! Ó, akkor ez a tiéd? Köszi! Szavamra, hihetetlen a csaj, Rupert! El kell vinnem a jelenbe, hogy a feleségem legyen majd. Nem hagyhatom, hogy eltűnjön! Szia! Szia! Csak azt akartam, hogy... pokolba is. Valójában azért tettem ide, mert... Szóval ezért jöttem. Itt van az én kis Loisom! Mi? Lois! Gyere, kicsit pattanj be mellé. Mászkálhatsz a padlón, amíg iszom, bagózom és vezettek. Jó ég, Stewie, mi történt? Ne isd bele a kibaszott orrot, te korcs! Ezzel a szájjal csókolod meg anyádat? Muter, fater, kéne pénz egy új csukára. Hogy? Most vettem neked egy pár új cipőt. Tudom, de menőbb kellene. Sajnálom, de nem vett fel a pénz. Igen, egy ideje muszáj porszívó ügynökként dolgoznom másodállásban. Ez a dög bármit felszív, tartok egy kis bemutatót, itt egy kis bor, meg kutyakaki a tetejébe, meg kakival kevert mustár. Ez durva, nem? Baszki, nem hoztam el a porszívót. The snowbird sings a song he always sings. And
Tudod, számomra egy rejtély ez a dal. Olyan élénk, de a szövege mégis komor. A dal hősnője szerintem az öregedéssel küzd, és csapdában érzi magát, mert tudja, hogy nem tehet semmit. Nem. Azt eltaláltad, hogy csapdában van, de az üzenet pozitív. Mert egy rossz kapcsolat jelenti a csapdát, de elég bátor kilépni belőle. Nem. Nekem az jön le, hogy a nő már gyűlöli az életet. Ezt csak egy módon tudjuk megoldani. Csak a művész ismeri művészetének jelentését. Galéria, vendégünk Georgia O'Keeffe. Mondja, Mrs. O'Keeffe, mit jelentenek a festményein a virágok? Na hát, ez egy nagyon jó kérdés. Megjöttem! Család, ő itt az én solymom, Xerxész. Mától solymász vagyok. Peter, ez a madár veszélyesnek tűnik. Igen, Peter, szabadulj meg tőle, és edd meg a vacsorát. Nem, solymász vagyok, ezért csak azt teszem, amit Xerxész elém hoz. Mester éhes! Peter, ez meg mi? Xerxésznek minden étkezés esemény. Mit? Mit csináljak? Reménykedj, hogy nem éppen a kutacsodra szállt rá. De lehetséges volna, mert az jól elbarmolná. Szia, Lois! Milyen volt az első napot híres hangként? Nem túl izgi. Kiderült, hogy csak is fura európai reklámokkal dolgozom. Nekem is vissza kell kerülnöm a Rivalda fénybe. A Stewman Group úton nem léptem fel sehol. Én nem értem, mi ez egyáltalán?